Szúnyogírtás zajlott szerdán az esti órákban. Nagyszabású programmal nyitott ki a Dunaújvárosi mozi. Kiállítással és különböző foglalkoztató programokkal várják a fiatalokat a könyvtárban. Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a DSTV híradóját látják. Ma is elosztuk városunk legfontosabb híreit. Dunaújvárosban a korábbi írtások ellenére továbbra is rendkívül magas a szúnyogok száma, így július 15-én este városszerte folytatódott a vérszívók gyérítése. A szakemberek mellett a városlakók is tehetnek a gyérítés hatékonyságának növelése érdekében. Az utóbbi időben ismét megszaporodtak a szúnyogok, ezért július 15-én este újra szúnyogírtást végeztek a megbízott szakemberek. Ahogy a Szkőszegi Dániel, a Noxius Kft. Ügyvezetője elmondta, idéntől csak földi kémiai módszerekkel vehetik fel a harcot a vérszívók ellen. Légi szúnyoggyérítés 2020-tól nem lehetséges, mivel a legutolsó szer, aminek még volt légi kijuttatási engedélye, az újra már nem kapta meg. Az Európai Unióban egyébként ez nem egy bevett gyakorlat a légi szúnyoggyérítés az elsodródás miatt, mivel a magasan kipermetezett neurotoxikus vegyületek elsodródhatnak, védett területekre juthatnak, vagy akár az élővízbe, mert védőtávolságot az élővizektől pedig kell tartani. Hozzátette, a szakemberek mellett a városlakók is nagy mértékben hozzájárulhatnak a szúnyogok számának csökkentéséhez. A legfontosabb lenne a házi vízgyűlemeket, a ház körüli vízgyűlemeket megszüntetni, igazából azt a körforgást megszakítani, ami által az egész nyár folyamán képesek vagyunk a szúnyog populációt a házunk környékén fenntartani, azáltal, hogy megcsipkednek minket, szomszédainkat, barátainkat a szúnyogok, és visszapetéznek a ház körül ilyen különböző vizet megtartó edényekbe, hordókba, kintfelejtett eszközökbe, gumiköpenyek hátul a kert végében megtarthatják az esővizet, és minden egy ilyen kis helyszín szúnyogtenyésző helyként funkcionál, és a szúnyogok visszapetéznek néhány nap múlva, pedig hatványozottan kellene kionnét. Ezeket a vizeket, vizeskéket szüntessük meg mindenképpen. A házunk környékén, elmeséljük ezt a szomszédainak, az utcabelieknek, akkor megszüntethetjük ezt a körforgást, és mi hamarabb letudhatjuk az idei szúnyog inváziót. Mezei Zsolt, általános hatáskorú alpolgármester elmondta, annak ellenére, hogy az irtások szervezése és kivitelezése az állam feladatai közé tartozik, valójában az önkormányzat költségvetéséből valósulnak meg. Pár évvel ezelőtt még az önkormányzati feladatok közé tartozott a szúnyognak az írtása, és egy pár évvel ezelőtt ugye ezt az állami kézbe vonták az egész szervezetet. Az önkormányzattól a rászabott pénzt elvonták, és ezért az állam csinálja most ezeket a feladatokat. De látható módon, most is látjuk, hogy ugye hiába volt egy hete írtás, a következő nagyon sokára lett volna, tehát kellett volna várni, ezért a Dunaújvárosnak a saját költségvetéséből áldozni kell arra, hogy ne legyen ennyi szúnyog a városban. Tehát ismételten egy állami feladatot lát el az önkormányzatunk, amit végül szívesen teszünk, hiszen mi is itt élünk, minket is zavarnak a szúnyogok, és ezért indítottunk el egy rendkívüli szúnyogírtást a mai napon. Az írtással megbízott szakemberek tanácsára a Nagytemetőben és Pálhalmán is végeztek szúnyogmentesítést. Mint arról már beszámoltunk, közös kezdeményezés keretében szervez fém és műszaki hulladékgyűjtő akciót a Rajtaújváros Egyesület és a Városvédők Új Telepért Egyesület. A Városvédők immáron 6. éve, eddig éppen 10 alkalommal szerveztek gyűjtést. Több mint 200 tonna újrahasznosítható elektronikai hulladék leadásával büszkélkedhetnek. Az Újtelep és a Békeváros rész után most Tóth Kálmán képviselő felkérésére a római városrészben segítenek megszabadulni a fém és műszaki hulladékoktól július 18-án szombaton. 4 nagy gyűjtőpont áll a lakók rendelkezésére. A Fáji András utcai nagy parkolóban, a Fáji András utca 12 mögötti területen, a Domanovszki téri nagy parkolóban és a Batsányi utca 43 előtti területen lesznek a gyűjtőhelyek. Fontos, hogy a kihelyezett konténerekbe kizárólag az akció idején, július 18-án, azaz szombaton reggel 8 órától déli 12 óráig lehet elhelyezni a hulladékot. Lényeges, hogy a konténerek mellett polgárőrök irányítják a forgalmat, felügyelik az átvételt és segítik a munkát.
Nagyszabású programmal nyitott ki a Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum, a Filmszínház új menedzsmentje Kultik Majális néven szervezett eseményt, amelyen trambulin, a Star Wars-ból ismert rohamosztagosok, arcfestés, popcorn és üdítő kóstolás, valamint fényképkészítési lehetőség is várta a kilátogatókat. A rendezvény zárásaként a Csocsó című filmet vetítették le, mégpedig az alkotó Koltai Róbert részvételével. Ugrálóvár is várta a gyermekeket a Dunaújvárosi Mozi Kultik Majális névre keresztelt ünnepélyes megnyitóján, ahol emellett a Star Wars rohamosztagosaival is fotózkodhattak, vagy az arcfestést is kipróbálhatták a látogatók. Emellett számos más elfoglaltság is kínált szórakozási lehetőséget az érdeklődők számára. Ez a gorullás, ez nagyon tetszett. Már csináltam ilyen Pepsi-s fotókat, és hát... nagyon jó, sok dolgot ki akarok próbálni még. A mozi előtti téren papíralapú képek készítésére is volt mód. Akadt, aki ezt a lehetőséget különleges célból használta ki. Őszintén nem tudom, csak viccesnek tartottam, hogy egy képen bepromózom a YouTube csatornán. Délután 5 órakor került sor az ünnepélyes szalagátvágásra, amelyen Pintér Tamás, Dunaújváros polgármestere, Szabó Krisztián, a Kultik ügyvezetője és Koltai Róbert színészrendező is részt vettek. A Kultik mozi új alakított épületének ünnepén, és még szeretném elmondani, hogy nekem ez a Kultik mozi, ne felejtsék el, Kultik mozi, nekem ez örökre Dózsa mozi marad, aki... 10 éves koromban még a szüleimmel együtt ünnepeltük az első átadását, és kívánom önöknek, hogy sok-sok szép, főleg magyar filmet tudjanak nézni majd az évek során. A szalagátvágás után a Kultik ügyvezető igazgatója Szabó Krisztián számolt be az indulás körülményeiről. Amikor utoljára itt voltatok a moziba, akkor még láttátok, hogy se vászon, se tisztaság, se pult. Az utóbbi elmúlt egy hétben rengeteg változás történt, székek a helyükre kerültek, nagy örömünkre a vászon is felkerült a helyére. Ez egy 15x3,5 méteres vászon, ezüstvászon, amely kiváló képminőséget eredményez. Beszerzésre került a vetítőgép, ez egy Kriszti 4230-as. A sajtónyilvános eseményen Pintér Tamás Dunaújváros polgármestere elmondta, a mozi az a helyszín, ahol a múlt emlékei és a jövő vívmányai találkoznak. Felújítás során le kellett bontani pár téglát, és előkerültek azok a régi korlátok, akkor látszott rajta, hogy ez a kék szín az eredeti színe a mozinak. Tehát én azt gondolom, hogy visszaadtuk a mozinak a régi dicsőségét is, és az látszódik, hogy a Kultik mozihálózat egy olyan fantasztikus hangulatot teremtett ide a térre, mosolygos embereket, boldog gyermekeket, ami azt hiszem, hogy megfizethetetlen. Az ünnepélyes megnyitó lezárásaként a Dunaújvárosban forgatott Csocsó című filmet láthatták a nézők. A vetítés ingyenes volt, ám regisztrációhoz kötött. A nagy érdeklődésre való tekintettel nem csak este 6 órakor, hanem 8:30-kor is megtekinthették a látogatók Koltai Róbert filmjét. A József Attila könyvtár az olvasnivalók mellett kiállítással és különböző foglalkoztató programokkal várja a gyermekeket és sértültebb korú látogatóit, hogy ezzel tehermentesítsék a családokat és elfoglaltságot biztosítsanak a fiatalabb korosztályok számára. Tini Sarok is várja a serdülőkorú olvasókat a Dunaújvárosi József Attila könyvtárban, ahol ezek mellett kifejezetten a középiskolás korosztály számára készültek figyelemfelhívó kezdeményezéssel, amely az olvasás népszerűsítését is szolgálja. A közösségi szolgálat keretében a középiskolások eddig is jöhettek a könyvtárhoz. A tanév idején olvasóköröket üzemeltetünk, ilyenkor nyáron pedig egy olyan dolgot ajánlunk a tinédzsereknek, ami a szabadidős olvasmányokhoz kötődik. A közösségi szolgálat keretében azokról az olvasmányokról, amiket ők szabadidejükben olvasnak, ajánlókat lehet írni, és ezeket megjelentetjük a könyvtár honlapján. Tóth Éva, a könyvtár vezetője hozzátette, tisztában vannak azzal, hogy a szülők számára nehézséget jelenthet, hogyan töltsék ki a szünidőben a gyermekek szabadidejét, így ennek megfelelően alakították a nyári nyitvatartást az intézményben. A könyvtár az újranyitáskor olyan koncepciót dolgozott ki,
ami alakítva van ehhez a megváltozott helyzethez. Ugyanis arra gondoltunk, hogy a szabadságok nagy részét már kivették a dolgozók. Nyaralási lehetőség itt belföldön van leginkább, tehát arra számítunk, hogy sokan itt a városban töltik a nyarat, és a gyerekek pedig a szünidőt. Ennek megfelelően teljes nyitvatartással üzemelünk, a gyerekkönyvtár pedig szünidei nyitvatartással, ami azt jelenti, hogy reggel 9-től este 6 óráig van nyitva. Hangsúlyozta, a hét több napján is különleges programot kínálnak. Egyebek mellett kedden vetítéses mesedélutánokat, szerdánként a Bogyó és Babóca kiállítás tárlatvezetését, csütörtökönként pedig 13 és 17 óra között kreatív foglalkozásokat és mesedélutánt szerveznek a fiatalabb generációk számára. Híradónk végére értünk, a DSTV munkatársai nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. A dstv.hu weboldalon újra megtekinthetik műsorainkat. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!